Nincs droglobbi az ombudsmani hivatalban, és semmi törvénytelen nem volt abban, hogy a hivatal levelezett a TASZ-szal a tűcsere programmal kapcsolatos jelentésről. Erre jutott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága, amely zárt ülésen hallgatta meg az ombudsmant. Székely László nem mond le, de ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést tette a kiszivárgott információk miatt. Az is kiderült, a bizottság kereszténydemokrata elnöke büszke ember. Rubovszky György megsértődött az újságírókra, amiért azok nem őt, hanem az ombudsmant kérdezték először. Kedélyesen beszélgetett a bizottság elnökével Székely László az ülés előtt pár perccel. Az alapvető jogok biztosát azért akarták meghallgatni, mert a Magyar Nemzet nemrég arról írt, az ombudsmani hivatal előzetesen egyeztetett a TASZ-szal a 8. kerületi tűcsere program beszüntetéséről szóló jelentése nyilvánosságra hozásának időzítéséről. Az ellenzék már az ülés elején tiltakozott. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy ilyen bizottsági elnézést kérek, nem tudom, hogy mit akart mondani, nem adok szót élvembe. Bocsánat, de már megadta a szót, a kialakult sajtótámadásokat. Megvonom a szót. Lázár János most megvonom a szót. Az a Lázár János nyilatkozata, jó? Elég volt. Az MSZP-s Bárándi Gergely az zárt ülés elrendelését kifogásolta. Megelőlegezi azt a kormánypárti hozzáállást, ami arról szól, hogy ez nem más, mint egy politikai cirkusz, ahol egyetlen egy célja van. Erről már én figyelmeztettem, és ellenére megismételte, ezennel megvonom a szót. Ellen elnök úr, tudomásul veszem. Készfelemelésre szavazzon. Végül megszavazták, hogy zárt ülés legyen. Az ellenzék ezután már a folyosón bírálta az eljárást. Ez egészen abszurd, a Fidesz az utolsó támadásait intézi a jogállam ellen. Bárándi Gergely szerint itt példát akarnak statuálni egy független állami szerv vezetőjével kapcsolatban. Azt mondja, ez egy figyelmeztetés az ombudsmannak. Láthatja azt az eljárások végén, hogy nem érdemes szembe menni, vagy veszélyes legalábbis szembe menni a kormánypártokkal, mert így járhat. Az ülés után maga Székely László mondta el, mire jutottak bent. A levelezések milyen módon nem befolyásolta sem a jelentés tartalmának a kialakítását, sem pedig annak megjelenésének időzítését. Vagyis a bizottság szerint nem történt törvénysértés a biztos részéről, a hivatal egyik munkatársa ellen viszont fegyelmi indult. Ő azt a látszatot keltette, mintha befolyásolhatná a jelentés elkészítésének időpontját. Rubovszky György egyébként az ülés előtt ígéretet tett az újságíróknak. A bizottsági ülés befejezését követően 10 percig állok rendelkezésre. De mégis, alig telt el 5 perc, már hiába kérdeztük. 10 perc még nem telt el azóta. Nem azt mondtam, milyen hogy 10 percig milyen állok rendelkezésre, hanem az, hogy nem válaszolok a kérdésre. Ezután pedig ki is oktatta az újságírókat. Nem engedem, hogy a sajtó packázzon velem. Megkértem, hogy jöjjenek be, nem jöttek, ez a következmény.